gyengébb búzatermés, a csapadékhiány miatti terméskieséssel és a minőség romlásával is számolniuk kell a gazdáknak. Börtönbüntetés, nem jogerősen összesen több mint 150 év börtönbüntetést kaptak a korrupcióval vádolt záhonyi határrendészek. Felújítás, jelenleg 73%-os a műszaki készültségi szintje az újonnan épülő 8 kilométeres nyíregyházi kerékpárút hálózatnak. A tavalyihoz hasonlóan az idén is 5 millió tonna búzatermés várható Magyarországon. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Ezzel nem csak az ország búza ellátása biztosított, az Agrárminisztérium szerint exportra is bőven jut a magyar gabonából. A csapadékhiányos őszi és tavaszi időjárás következtében azonban a tavainál kevesebb, a közepestől gyengébb termés várható Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Tavaly ősszel még arról adtunk hírt, hogy az esőhiány miatt nem volt ideális az időjárás a vetéshez, a téli csapadékhiány pedig tovább tetőzte a problémákat. Március végén már több helyen arról számoltak be, hogy 100-150 mm-nyi csapadék hiányzott a földekről, ami csak májusban pótlódott. Az előzetes beslések szerint azonban az időjárási viszontagságok ellenére a nyári aratású szántóföldi növényekből mintegy 1,7 millió hektárról összesen 8 millió tonna termés betakarítása várható. Az őszi árpával kezdődött itt a megyénkben is, aminek az aratása lassan a befejezéshez közeledik. A tavalyi időjárásnak köszönhetően egy elég ritka, vagy ritkábban keltek a kalászos fejlék, és ez nem csak az árpára vonatkozik, hanem szinte mindenre. Tavasszal is egy nagy szárazság következett, és utána jött egy kis csapadékos idő, ami valamelyest igazította, sőt azt reméltük sok gazdálkodó, hogy itt talán egy közepes termést elérhetünk. Erre most a kombányok rácáfolnak, ugyanis hiába lettek nagyobb kalászok és tertebbek a szemek, mégiscsak hiányzik az a tőszám az állományból, ami nem kelt ki. Az eddig betakarított mennyiségek arra utalnak, hogy ennek következtében a megyében a közepestől gyengébb termés várható, tette hozzá Rácz Imre. Emellett a búzában a sarhajtások felbukkanása is rontja a minőséget. A búzának a megyében körülbelül 40%-ot léptük át a betakarítással, a repce egy 65% körül van. A repce is egy kicsit csalódás, ugyanis úgy gondoltuk, hogy azokat a területeket, amelyek gyengének mutatkozott a tavasszal, azt kitárcsázták, és kukorica vagy napraforgó került a helyére, mégiscsak sok maradt meg. Egyenlőre a betakarított mennyiség egy 2,5 tonna alatti megyei átlagot mutat, ami tavaly egy kevéssel a 3 tonna fölött volt. Országszerte több mint 60 ezer gazdálkodó kezdte meg az aratást az elmúlt hetekben. A szántóföldi növénytermesztés az egész magyar mezőgazdaság egyik legfontosabb ágazata. A szaktárca adatai szerint az idei év első 4 hónapjában 478 millió euróra nőtt a gabona exportból származó külkereskedelmi többlete az országnak. Nem jogerősen összesen több mint 150 év börtönbüntetést kaptak a korrupcióval vádolt záhonyi határrendészek. Az ügy elsőrendű vádlottja címzetes rendőr főtörzsőrmesterként dolgozott, őt 5,5 évnyi börtönre ítélték. Ez a legsúlyosabb büntetés, amit kiszabtak az ügyben. A katonai bíróság ítélete egyelőre nem jogerős. A tárgyaláson az 53 érintettből 16-an jelentek meg. Egy nagyszabású ügyészségi akciót hajtottak végre a záhonyi határátkelőnél még 2015. október 19-én. Aznap több órára szünetelt az átkelés, akkor még technikai okokra hivatkoztak. A határátkelőnél munka közben, illetve a környező településekről összesen 53 határrendészt vettek őrizetbe vesztegetés miatt. A Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése alapján indult az eljárás. A központi nyomozó főügyészség nyilatkozata alapján úgy vették el a külföldi állampolgároktól az útlevelüket, hogy már abban el volt rejtve a készpénz. Ezt átadták az útlevél kezelőnek, akik a fülkében kivették a pénzt. A férfiak az alsónadrágjukba, a nők pedig a melltartójukba rejtették azt. Egy szolgálat végén tetten ért útlevélkezelőnél például 950 eurót találtak. Az ATV úgy tudja,
Főleg azoktól kértek és fogadtak el készpénzt, akiknek lejárt a vízumuk vagy az útlevelük, vagy túl súlyos járművel érkeztek a határhoz, erről pedig a vádlottak felettesei is tudtak. A katonai bíróság az 53 érintett közül majdnem mindenkit börtönbüntetésre ítélt. Az ügy első rendű vádlottja, címzetes rendőrfőtörzs őrmesterként dolgozott, őt 5,5 évnyi börtönre ítélték, ez a legsúlyosabb büntetés, amit kiszabtak az ügyben. A többi érintetre 3 év körüli büntetést szabott ki a bíróság. Az ítélet egyelőre még nem jogerős. Szerdára virradó éjjel megdőlt az országos minimum hőmérsékleti rekord, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook oldalán. Az ország fölé áramló száraz hűvös légtömeg és az átmenetileg felhőmentes idő hatására a múlt éjszaka a Nógrád megyei Zabarban 3,5 Celsius fokig csökkent a hőmérséklet, amely új rekord. Az eddigi legalacsonyabb érték 4,3 fok volt, amit a borsodi Gagyvendégiben mértek még 2000-ben. Az előrejelzés szerint a továbbiakban sem várható hőség. A nappali maximumok szerdán délután 22 és 26 fok között alakulnak. Késő estére általában 15 és 21 fok közé hűl majd le a levegő. Jelenleg 73%-os a műszaki készültségi szintje az újonnan épülő 8 kilométeres nyíregyházi kerékpárút hálózatnak. A tavaly októberben megkezdett munkálatok a tervek szerint idén augusztus elejére tereprendezéssel együtt befejeződnek. A nyíregyházi önkormányzat ezért a lakosság türelmét és fokozott figyelmét kéri az érintett szakaszokon. Városszerte találkozhatnak az autósok, a kerékpárosok és a gyalogosok is útépítési és felújítási munkálatokkal. Ezeknek a nagy része a nyíregyházi önkormányzat saját vagy valamilyen pályázatból finanszírozott beruházása. A városlakók egyik régi vágya volt, hogy Borbánya és Kisteleki szőlő is becsatlakozzon a kerékpárút hálózatba. A Szent István utca és a Kert utca kereszteződésénél is felmarták a zebrát, ezt kerékpáros átvezetővé építik át. Így 8 kilométer teljesen új, összefüggő kerékpárúttal bővül a város. Jelenleg 73%-os a műszaki készültségi fok. 2018. októberében kezdődtek a munkálatok, és 2019. augusztus elejére be is fejeződik, tereprendezéssel, növényesítéssel együtt. 2 darab vasúti átvezetés létesül a Debrecen úti felüljáró alatt, illetve a Kálói-Iti vasúti átkelőnél. Ezen kívül 8 darab szigetet kerékpáros gyalogos átvezetést alakítanak ki. Ezek lesznek az Ady Endre utcánál, a Lujza utcánál, a Tünde utcánál, a Szígyártó utcánál, a Kökény utcánál, Pitypang utcánál, Kamila utcánál és a Csárda utcánál. A Blaha-Lujza sétány felújítási munkálatai is jó ütemben haladnak. A forgalom 30 km/h sebességkorlátozás mellett haladhat. Július 11-én és 12-én csütörtökön és pénteken a Sóstói út irányában aszfaltozási munkákat végeznek, ezért csütörtök reggel 9 órától péntek délután 13 óráig csak gyalogosan lehet itt közlekedni, autóval behajtani erre a szakaszra tilos. Kampány indult a tudatos gyógyszerhasználatért, többek között az internetes gyógyszerrendelés és a túlzott antibiotikum fogyasztás veszélyeire hívják fel a lakosság figyelmét. Ennek célja, hogy tudatosítsák az emberekben, hogy az antibiotikum nem segít vírusos megbetegedés esetén, viszont túlzott használata ellenállóbbá teszi a kórokozókat. A szakemberek különösen a kisgyermekesek figyelmét hívják fel arra a veszélyre, amelyet az ellenőrizetlen gyógyszerek internetes rendelése jelenthet. A kampányt különféle szűrőprogramok is kísérik. Színész házaspár volt a vendége a Bencs villának kedden, Sajgál Erikával és Kovács Istvánnal színházi és filmes szerepekről, szinkronokról és a családról is beszélgetett Kovács Dénes újságíró. Egri csillagok, Kárpáti Zoltán, Pogány Madonna. Csak néhány film azok közül, amelyekben főszerepet játszott Kovács István. Az Egri csillagok Bornemisza Gergelyéről a nézők sokáig azt gondolták, hogy a valóságban is Vencel Verával alkot egy párt, de ez természetesen csak a filmvásznon volt így.
A színművész felesége Sajgál Erika, akivel a 90-es években egy szavalóesten ismerkedtek meg. A Bentvillában a színművésznő elmondta, hogyan lett balettáncosból színész, mesélt Vígszínházi és Nemzeti Színházbeli szerepeiről, valamint azt is elmondta, hogy nagyon szereti a szubret szerepeket, így rögtönzött is egy pár másodperces jelenetet a Villa lépcsőjén. A művészpár évek óta visszatért Nyíregyházára, ahol néhány napot most pihenéssel is eltöltenek. A nyári tervek munkával pihenünk, az nagyon jó. Egy művészember azt szereti az ilyet, úgyhogy én a 201. randi című második évadot forgatom, és nekem ez ilyen napi penzum most, úgyhogy épp szökésben vagyok onnan, és akkor csütörtökön már újra kezdek dolgozni. Úgyhogy a Viaszat 3-on biztosan sokan látták, vagy legalábbis azt remélem, nekem ez az Olga szerep az egy az Jóisten küldte kedves szerepem, és az első évad már lement, az első 60 epizód, és most következik szeptembertől a következő 60. Kovács István a találkozón sokat beszélt arról, hogy mennyire fontos számára az 51 évvel ezelőtt készült Egri csillagok, amelyet egykori osztályfőnöke Várkonyi Zoltán rendezett. A produkció ikonfilmé vált nem véletlenül. Ezt megelőzően nem igen látott a magyarországi közönség történelmi filmeket. És tehát a 60-as évek elején indult egy ilyen olvadás, nevezzük így. És ennek a folyamatnak a legjobb pillanatában szerintem készült az Egri csillagok, és hogy miért volt ennek akkora sikere, túl azon, hogy maga a film semmihez nem fogható, olyan a kornak megfelelően olyan technikai felkészültséggel készült, ami addig nem volt. Mert ez a regény az, amit megmerem kockáztatni, hogy minden magyar gyerek, ha akart, ha nem, elolvasott. Én nem találkoztam még olyan gyerekkel, pedig hát elég, ennek kapcsán rengeteg élményem van, aki ne olvasta volna. A film sikerét az is mutatja, hogy elkészülte után 27 ezer rajongói levelet kapott a művész, melyeket a testvérei válaszoltak meg. A beszélgetésen a két színművész felidézett számos színházi történetet többek között Páger Antalról és Besenyei Ferencről, közös szerepeikről, és elmondták gondolataikat a színház feladatáról is. A vízi madarak etetése nem segít a madaraknak, veszélybe sodorja és megbetegítheti őket. A tapasztalatok alapján az alapvetően jó szándékú emberek nincsenek tudatában annak, hogy a vízi madarak etetése felesleges, különösen nyáron, amikor korlátlanul találnak maguknak táplálékot. Etetésük ráadásul tömegesen sodorja veszélybe és betegíti meg az állatokat, ami ellen világszerte küzdenek a hatóságok és a természetvédelmi szervezetek. Ezért a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület arra kéri a víz mellett sétálókat, strandolókat, kirándulókat és nyaralókat, hogy sehol és semmivel ne etessék a vízimadarakat. Szépen cseperednek a nyíregyházi állatpark amerikai és európai bölény borjai. Az országban egyedülálló módon Sóstófürdőn európai és amerikai bölény is látható. Egy hónappal ezelőtt, egy héten belül mind a két csapatban borjú született. Mindkét faj a kipusztulás szélére sodródott a 19. században, így hatalmas öröm a sikeres szaporulat. Az amerikai bölény Észak-Amerika legnagyobb testű szárazföldi emlőse. A faj egykor százezres csordákban vándorolt a prériken, állománya egykor elérhette az 50 millió egyedet. Egyes észak-amerikai indián törzsek táplálkozásukban és ruházkodásukban gyakorlatilag teljes mértékben ettől az állattól fügtek, számtalan módon hasznosították az amerikai bölényt. A faj az európaiak megjelenésével, a telepesek könyörtelen mészárlását követően a kihalás szélére sodródott a 19. században. 1905-ben azonban megalakult az Amerikai Bölényvédelmi Társaság, szerencsére néhány száz példány megmenekült, ami elegendő volt a faj túléléséhez. Ma állományuk 50 ezer állatra tehető, s ezzel úgy tűnik biztosítva van a faj fennmaradása. A Nyíregyházi Állatparkban ez idáig egy ivarérett hím és három nőstény élt együtt, a kis üsző születésével már 5 tagot számlál az amerikai bölénycsapat. Egy hónappal ezelőtt nem csak amerikai, hanem európai bölény is született Sóstófürdőn. A két borjú egy hét különbséggel látta meg a napvilágot.
Szépen cseperednek állatparkunk amerikai és európai bölényborjai. Az országban egyedülálló módon csak mi tartjuk ezt a két fajt. A szaporulat azért is örvendetes, mert mind a két különleges állat a kipusztulás szélére került. Ráadásul az európai bölény kifejezetten az állatkerteknek köszönheti a létét. Ugyanis annak idején, 1923-ban a legutolsó európai bölény kipusztult a természetben, és az Európai Bölényvédelmi Társaság 56 állatot befogott az állatkertek, és az ő szaporulataikat visszajeszte később a természetbe. Tehát ha nem lettek volna állatkertek, akkor már nem lenne ez a faj. Az állatkertek így nem csak megmentették Európa legnagyobb testű szárazföldi emlősét a kipusztulástól, hanem esélyt adtak a fajnak a szabadon élésre. A Nyíregyházi Állatparkban élő Európai Fajmegőrzési Program keretében érkezett állomány egy bikából és két tehénből állt, s a nemrég született kis európai bölénybika borjúval már 4 egyedet mutat be a park. Érem nélkül tért haza a kazanyi ifjúsági Európa-bajnokságról Hatházi Dóra. A nyíregyházi úszónő legerősebb számában 200 pillangón nem jutott a döntőbe, 100 pillangón hetedik lett és 3 váltóval is úszhatott a döntőben. Gyula Sándor tanítványa augusztus végén 3 számban áll rajtkőre a budapesti junior világbajnokságon. A szerdai sajtótájékoztatón az edző bejelentette, hogy a VB után befejezi pályafutását. Az elmúlt hét második felében Tatárföld fővárosában Kazányban rendezték meg az úszók ifjúsági Európa-bajnokságát. A magyar csapatban ott volt a nyíregyházi Hatházi Dóra is, aki 50, 100 és 200 pillangón, valamint 4 váltószámban állt rajthoz. Gyula Sándor tanítványa 200-on európai ranglista másodikként érkezett Oroszországba, úgy, hogy ezen a távon tavaly bronzérmet szerzett. A szabályok szerint egy nemzetből egy számban 4 úszó indulhat, de közülük csak 2 juthatnak a döntőbe. Itt is 4 magyar versenyző indult, akik elég szoros eredménye voltak egymás mögött. Az egyik versenyző Dóri előtt úszott, amit Dóri látott, hogy milyen eredményt úszott, és nyilván tőle az ő eredmény jobb volt. Viszont a 2 másik magyar az utolsó futamba került, látva Dóri eredményt, nagyon kemény harcot vívtak, és hát 4 tizeddel a második lány jobbat úszott, mint Dóri, így a versenyből kiestünk. Az igazság az, hogy a másik 2 lány 1 évvel idősebb, mint Dóri, és hát azzal próbáltam őt vigasztalni, hogy jövőre ez a verseny neked áll, mert ő még jövőre ifjúkorú lesz, a másik 2 lány pedig nem. A fiatal sportoló érthetően más eredményre számított legerősebb számában. 50 méteren a középdöntőbe jutott, 100-on a 7. helyen végzett, és 3 váltószámban is a döntőben úszhatott a nyíregyházi versenyző. Kicsit csalódott vagyok, az időnek nagyon örülök, de nagyon bosszantó, hogy egy magyar lány ver ki engem a döntőből és a középdöntőből. Magamra nem vagyok mérges, mert megtettem mindent. Utána kicsit szomorú voltam, de hamar túltettem magam rajta. Augusztus 20-ától 25-ig Budapesten rendezik a junior világbajnokságot, ahol szintén indul Hatházi Dóra, akinek ezen a nyáron 3-szor kellene csúcsformába kerülnie. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Ugye eleve az ifjúsági bajnokságon jól kellett úszni, az ifjében jól kellett úszni, most is jól kell úszni, és ráadásul a VB szabály miatt, ahol csak 2 indulhatnak, egy országban nem tudunk indulni 200 pillangon sem. Tehát az ő versenyszám most 50 pillangon, 100 pillanat és a 400 gyorsváltóban van benne. Komoly, reális esély döntőbe kerül sem nagyon van. Egy jó szereplés, egy egyén rekord vagy ahhoz közeli eredmény az jó lenne, és tapasztalatszerzés. A szerdai sajtótájékoztatón az edző bejelentette, hogy a világbajnokság után befejezi pályafutását. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. A csapadék hiányos őszi és tavaszi időjárás következtében a tavainál kevesebb, a közepestől gyengébb termés várható Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, miközben az országos termés a tavalyihoz hasonlóan 5 millió tonna körül lesz, amiből a szaktárca szerint exportra is jut majd bőven. A munkálatok azonban jól haladnak a megyében, az őszi búza betakarítása megközelítőleg a területek 40%-ánál jár. Nem jogerősen összesen több mint 150 év börtönbüntetést kaptak a korrupcióval vádolt záhonyi határrendészek.
Az ügy elsőrendű vádlottja címzetes rendőr főtörzsőrmesterként dolgozott, őt 5,5 évnyi börtönre ítélték. Ez a legsúlyosabb büntetés, amit kiszabtak az ügyben. A katonai bíróság ítélete egyelőre nem jogerős, a tárgyaláson az 53 érintettből 16-an jelentek meg. Jelenleg 73%-os a műszaki készültségi szintje az újonnan épülő 8 kilométeres nyíregyházi kerékpárút hálózatnak. A tavaly októberben megkezdett munkálatok a tervek szerint idén augusztus elejére tereprendezéssel együtt befejeződnek. A nyíregyházi önkormányzat ezért a lakosság türelmét és fokozott figyelmét kéri az érintett szakaszokon. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 10-én szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Csütörtök reggelig változóan felhős idő várható. Zápor előfordulhat 10-30% eséllyel. Az északnyugati szél helyenként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 fok körül alakul. Csütörtökön erőteljes nappali gomoly felhő képződés várható. Zápor előfordulhat, helyenként zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21-25 fok között alakul. Front nincs felettünk, de a magasban hidegebb levegő áramlik fölénk, emiatt fejfájás, migrén, nehézkes gondolkodás, vérnyomás csökkenés jelentkezhet. A következő napokban felhősebb, csapadékosabb, de továbbra is hűvös időben lesz részünk. Nyugat felől egy hullámzó frontrendszer éri a térségünket, és ez határozza meg a hétvégén időjárásunkat. A hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többször lesz felhős az ég, és többfelé várható eső, zápor, zivatar. A jövő héten már szárazabb levegő érkezik fölénk, így több napsütésre számíthatunk, de mégis hűvös marad az idő. Záporok, zivatarok még akkor is lehetnek, de már kevesebb helyen lesz csapadék.